Sziasztok! Nem egy megszokott helyszínről jelentkezem be hozzátok. Éppen annyira várok, hogy el tudjunk indulni együtt, közösen mozogni, mert beneveztem egy újabb futóversenyre, és ennek a teljesítésére most készülök. A címe egyébként a versenynek a megnevezése, tehát ha rákerestek, így meg fogjátok találni a Facebookon. Ennek a versenynek az alap feltétele az, hogy együtt mozogjunk, tehát így szól a kiírás, hogy tegyünk egy kört ketten, hárman, többen, egy olyan személlyel, aki kedves számunkra, szó szerint idézem a kiírásból, tehát lehet ez egy barát, rokon, egy nagyon jó munkatárs, kolléga, az a lényeg, hogy együtt mozogjunk. A másik alap kritérium, hogy minimum 5 kilométert teljesítsünk, viszont a mozgásformában nem korlátoznak minket, tehát lehet futni, biciklizni, rollerezni, görkorizni, túrázni, illetve akár Nordic Walking segítségével is teljesíthető ez a táv. Alapvetően ezt a versenyt egyébként offline verzióra írták ki, de ugye az elmúlt időszakok lehetővé tették azt, hogy ezt virtuálisan is teljesítsük. Viszont az offline részét megtartották, tehát ha valaki úgy szeretné teljesíteni, hogy a régi verzióban úgymond, október 3-án teheti ezt meg, Balatonvilágosi indulással, ott kialakítottak egy 5 kilométeres kört, tehát az 5 kilométert ott lehet teljesíteni, viszont ugye ez a minimum, és a csillagos ég a határ, tehát lehet többet is teljesíteni, ezért egy 20 kilométeres kört is kialakítottak siófoki visszafordulással. Úgyhogy ha valaki onnan szeretné, akkor szerintem még van lehetőség nevezni, és megteheti még akár így offline verzióban is. És képzeljétek el, ma, amikor megnéztem a versenynek a pontos kiírásait, illetve hogy majd hova kell küldenem a teljesítésemet, találtam egy jótékonysági versenyt is. Ezen verseny, illetve a szervezők verseny keretein belül, és itt idősek otthonát fognak karácsonykor támogatni, mégpedig 5 otthont, és teljes, komplett, feldíszített fenyőfával, tehát karácsonyfát fognak vinni az idősek otthonába, erre fogják fordítani az összeget. Itt 10 km a táv, én azt biztos, hogy túrázással vagy gyors gyaloglással fogom teljesíteni, nekem még az egyben futásként nem megy, viszont azonnal, amikor megláttam ezt a lehetőséget, illetve hogy ilyen formában megint csak lehet segíteni, már be is küldtem a nevezésemet, úgyhogy várom vissza az infókat, hogy hova és miként tudom nekik majd utalni a nevezési díjat. Úgyhogy kommentben majd be fogom nektek tenni az eseménynek a linkjét, hogyha esetleg kedvet kaptatok hozzá, könnyebben megtaláljátok. Érdemes, mert megint csak egy olyan esemény, ami egyrészt közös mozgásra hív föl minket, illetve egymást tudjuk mozgás által támogatni, illetve a jótékonysági része meg abszolút erről szól. Közben látom, hogy anyu érkezik, úgyhogy elköszönök tőletek, megyünk, teljesítjük azt, illetve én teljesítem azt, amit vállaltam, és nyilván anyu meg a saját kis köreit mellettem gyors gyalogolva. Sziasztok!